Sziasztok srácok, Kriz vagyok, itt vagyunk újra a CMT a V2-n, és igen, kicsit törött a Honda, sajnos. Nos, ez egy kis házbemutatós videó lenne, mert jelen pillanatban egy kicsi kis vidéki kis házban élünk. Nagyon kis fülényes kis házikó, megyek is megmutatom nektek, hogy jelen pillanatban hol lakunk. És hát, ja, lakunk, de nem ez a végleges házunk, mert ez most csak egy ilyen, tényleg ilyen kis vidéki kis házikó. Na, és akkor ugye megyünk. És itt van ugye a Falentry raktár, ugye aki a csomagszállítós melóban dolgozik, az úgyis tudja. Jövünk. Indexelünk balra innen, és nézzétek meg, milyen kis vagány kis házikó. Jól lassan begurulunk. Jelen pillanatban itt lakunk, de ugye ez nem fog sokáig tartani. Így, látjad, nagyon kis feelinges. Kiszállunk, és nézzétek meg. Nagyon vagány, így csak tök lazán be lehet parkolni, ott van alatt egy ilyen kis rész. Nagyon, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ugye, hátul is van itt parkoló, bőven van lehetőség, helikopter is mehetne a tetőre. Nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Tényleg, nekem nagyon tetszik ez a kis házik, ugye hátul is a motor, akármi lehet, ugye itt van ilyen kis fa. Itt van az a jó, hogy van szemetes is, és a legjobb az, hogy van egy ilyen kis tég, ahol itt bőven le lehet menni horgászni, ugye mellett ott is van egy ilyen kis kuka. Hoppá, nem mondtam, hogy ekkorát ugrok. Itt is egy ilyen kis kuka, simán le lehet jönni ide horgászni, ide lehet hajóval parkolni. Szerintem ez nagyon vagány kis feelinges kis házikó. De tényleg. Belül nem tudom nektek, belül is baromi jól néz ki, nekem ez az interior, ez nagyon tetszik. Hát a vidéki kis ház, és ilyen belül, nekem nagyon tetszik, ilyen, tényleg ilyen kis vagány, kis házikós, egy kis otthon. Itt a konyha, hát, ja. Amúgy nem is olyan kicsi belül, az a jó benne. Ugye ide még lehet akárki, akármi lerakhat interiort, még pluszba, hogyha szeretne ide is. Itt pedig van egy kis szoba. Ez nagyon tetszik, szerintem az egyik legjobb interior. Nem túl nagy, vagány, kis műzelyek is olyan otthoni, és ide is lehet még interjúat leragadni. Nekem nagyon tetszik. Nem csaptant. És így nézzétek meg, itt is ez a kis kapus bejáró, ez is itt, nekem nagyon, tényleg nagyon tetszik. És az a jó, hogy itt nem olyan nagy a forgalom. Mármint jó azért vannak, persze, ugye mennek itt csomagszállítókkal, de amúgy egyáltalán nem jár erre szinte senki. Úgyhogy az a jó. Ugye navosok szoktak jönni, meg így ennyi. Amint mondtam, tényleg nagyon jó, hogy ilyen kis erbés, ilyen nagyon vagány. És Hondámmal beparkolok oda, beülök. Jelen pillanatban beindítom. Azt így már mehetünk is, akár lemehetek vele horgászni. Nem kell kocsival oda parkolnom igazából, mert ugye itt fönt nyugodt, itt hagyhatom az autót. Szemetes is van. Esetleg ha nem lenne, akkor feljönnek ide a házhoz, azt kidobnám. Tényleg nagyon jó. Itt meg ugye ki kell bűvészkedni az autót. De mint látjátok, sikerült is. Lenézzünk még egy picit ugye a határhoz, megnézzük mennyien horgásznak most. De tényleg, amint láthatjátok, ugye erre kell jönni át, ugye aki nem tudná, hogy a Falentry raktár merre van, akkor ez is ugye egy útvonal erre. De ugye általában nem ott szoktunk, nem a háznál szoktunk lenni, oda csak leszoktunk néha menni kicsit pihenni. Általában nagyon sokan ugye megtalálnak minket a ugye itt a horgászidőnél, tényleg rengetegen. Illetve nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a nagyon sok támogatást, de tényleg nagyon szépen köszönöm. Valaki éppen utánam fordult, meg gondolom meglátta a Hondát. Nem? Az igen. Egymásba mentek? Jelen pillanatban nincsenek olyan sokan lenne amúgy, azért több ellen voltak. Ciao, szava. Mit tud? Nem eladó. Ez annyira bírom, ide futnak... Kár. Ide futnak, megkérdezik, hogy mit tud. Van, amelyik nem is köszön, aztán azt mondja, mennyi. Ennyi. Hogy mit tud? Jelen... Lelkegyári.
Ugye volt egy kedves nézőm, aki azt mondta, hogy vesz bele nekem egy Venomot. Személy szerint azt hiszem Luigi, vagy nem, Luciano volt, ne haragudj. De ugye, mint mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm neki, ugye azért úgy volt, hogy beleteszi, vagy hát ugye mennyit megy, 172-t. Úgy volt, hogy belerakatja mással, de ugye nem fogadtam, és hát annyira nem is akart, megmondtam, ugye találkoztunk az emberrel, és mondtam neki, hogy inkább ne rakassa bele, mert az ember is olyan bizonytalan volt, és mondtam, hogy inkább ne, mert ugye elveszik nem tudom hány milliója, és helyette átadta nekem a pénzt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, vissza akartam neki adni, mint mondtam, mert ugye sokat adott, ilyen mennyit, 2,5 milliót adott, ami ugye nem kevés pénz. Oké, és hogy horgászással össze lehet gyűjteni, de azért kemény munka kell a horgászáshoz is. És ugye, ja, durva. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki, meg mindenkinek, aki támogatott még egyszer. Remélem, srácok, tetszett ez a kis videó. Ha igen, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. Iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!